Gondot okoz a szárazság a krumpli termesztőknek, bár ideálisan indult a szezon, szükség lenne a csapadékra annak érdekében, hogy a termés megfelelően fejlődjön. A kártevők és a betegség ellen a gazdák fel tudják venni a harcot, de az eső hiánya komoly probléma. A burgonya szezon ideális körülmények között indult, viszont a folyamatos szárazság miatt nem nő megfelelően a termés, így később gondok lehetnek az értékesítésével is. Ferenc Béla, az Agrome Kft. Vezetője szerint a közel 200 hektáros területnyi burgonya ebben a hőségben nem nő megfelelő méretűre. Kedvezőtlen tényezőként jelen van a betegség és a kártevők is, de ez odafigyeléssel kezelhető, ellentétben az eső hiányával. A betegség és a kártevők is támadnak, de azt tudjuk kézbe tartani, tehát kézbe is van tartva. Az egyetlen egy ellenségünk a szárazság, tehát ez a nagy meleg és szárazság, ez nem tesz jót a krumplinak. Annál is inkább, mert ideálisak voltak a körülmények az elültetés után, szépen fejlődtek a növények, úgymond sokat kötött, tehát a darabszám nagy, és ezeket föl kellene úgymond nevelni. Remek megoldás lenne a problémára egy öntözőrendszer beépítése, viszont költséges és bonyolult feladatnak bizonyul. Gazdaságos megoldásnak egyedül a furt kutak kialakítása tűnik.